Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A tizedik fordulójához érkezett a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztálya. A bajnoki tabella 6. helyén álló Fedél Kft. A 9. Sünni és Barátai együttesével találkozott. A mérkőzés igencsak gólgazdagnak bizonyult. Lássuk a találkozót! A Városi Kispályás Bajnokság első osztályában a tizedik fordulóban Fedél Kft. Sünni és Barátai nyitja a küzdelmeket. Piros mezben a Sünni és Barátai jobbról balra, míg fehér mezben, piros nadrágban a Fedél Kft. A két együttes között jelenleg a tabellán 4 helyezés és 7 pont van. A Fedél Kft. A 6. 17 ponttal 8 mérkőzést játszott, míg a Sünni és Barátai 9. 10 ponttal, akik 10-szer léptek pályára. Tehát a Fedél Kft. Mutatói a jobbak jelen pillanatban. Horváth Zoltánnál a labda. Rózsa. Rózsa lövi el, és Papp Károlyról vágódik, illetve Papp Tiborról vágódik a labda, elnézést. Borossyán lőtte a szögletet, Mirgozai Attila csípettel. A Sünni és Barátainak ezen a találkozón nagyon fontos lenne a győzelem, a jó szereplés, hiszen a legutóbbi fordulóban majdnem demoralizáló vereséget szenvedtek a fészeképítőktől, 8-2-re kaptak ki. A Fedél Kft. Pedig menetel, és már is 1-0. A találkozó állása egy némiképp szerencsés Fedél akció után, most mindnek persze szerencsétlen dolog, egy öngól után vezet a Fedél Kft. A második percben már 1-0 tehát. Bozai Attiláról, vagy Bozai Zsoltról vágódott a labda a hálóba. Bozai Attila. Azt is szerelik. Horváth Zoltán. Borostyán eltalálja Géresi kapust, aztán pedig Horváth Zsolt szabadít fel. Tehát, mint mondtam, a Fedél Kft. Most szárnyal a 7. fordulóban 6-3-ra verték a Blue Hétfőt, a 8. fordulóban nem léptek pályára a Bádogossal szemben, illetve a Bádogos együttese nem tudott kiállni. Hát pedig a 9. fordulóban a Fedél Kft. 7-3-ra verte a Szépőszedert. Jó formában lévő együttes tehát. Horváth Zsolt lábáról hagyta el a labda a játékteret. Szaniszló. Bozai Attila. A kapu mellé szállt labdája. Rózsa. Borostyán pervédette fel Rózsának a labdát, ami aztán elhagyta a pályát. Rózsa. Nagyot esik Bozai Attila. Kocintotta össze a bokáit. Tóth Péter a labda mögött a szabadrúgásnál. Az 5. percben járunk. 1-0-ás fedélvezetés. Szőnyi Tibor ugrott bele a lövésbe. Csóka. Bozai előzte meg Rózsát.
Rózsa bedobása, és Géresi érkezett ki a kapujából jókor. Szőni, Szaniszló, Horváth Zsolt szerzi meg, kapura fordul, és Géresi hárít, azonban kiperdült a labda, és Rózsa Csaba a 5. percben megszerzi a fedél második találatát. 2-0 tehát az eredmény. Géresi. Mindenki felett elszállt a labda. Csóka kirúgása. Rózsa csúsztatta meg, nem érkezett azonban játékos társ középen. Szőnyi. Bozai Attila. Bozai Zsolt. Próbálta visszapasszolni a labdát. A Suni dobhat. Bozai Attila végzi a bedobást. Ez is mindenki fölött elszállt. Zavar, Pap, Bozaival játszott össze, Bozai Zsolt, Kurt Péter csapta be. Bozai bedobása a Szaniszló, ennyi fejpárbaj, aztán végül is kikerül a kapu, illetve a labda a kapu előteréből. Bozai. Horváth Zoltán kézzel ért a labdába. Itt szabad rúgás jár a Suni és barátai együttese javára. Pap. Bozai Zsolt. Bozai Attila. Szép lövés volt. Na és a VB sem volt utolsó. Szöglet lett a dologból. Bozai Attila egyből kapura próbálta csavarni a labdát. Csóka azonban résen volt. Bozai Szőnyi lőtte a kapu fölé. Nem sokkal került el a ketrecet. Horváth. Másik Horváth. Aztán Rózsát szereli Bozai. Vagy ugyanezt teszi Horváth Zsoltán is. Tóth Péter állítja meg. Horváth Zoltán dobja el mellé. Rózsa. Horváth. Rózsának próbálta visszapasszolni, azonban már három piros meges vette körül. Géresi engedi ki. Szőnyi. Horváth Zsolt a kapufát találja el. Szaniszló vesztette a labdát, és ebből került helyzetbe a fedél. Bozai. Pap. Aztán a két Bozai játszik össze. Még mindig nem volt kint a labda. Horváth Zoltán. Horváth Zsolt zárkózik fel, visszakapja Horváth Zoltán a labdát, aztán majd, hogy nem eladja, Rózsának kellett nyújtóznia érte a vonal előtt. Bozai Attila. Kint van. Tóth. Borostyán. Volt.
tartotta a labdát. Horváth Zoltán kioszt egy kötényt. Rózsa szép játék volt. A befejezésbe azonban már hiba csúszott. Rózsa Csaba lőtt a kapu mellé. Szőnyi. Pozsony Attila. Két ember közé. Burger és Bozai Zsolt között gurult ki a labda a játéktéren kívülre. Szőnyi. Bozai. Külült állta útját, Koroskán. Csók. Itt Péter kocog fel a labdával. Zsolt. Jó volt a kényszerítő Rózsával. Horváth Zsolt még mindig egészen a birandig Bozai Zsolt le nem szereli. Géresiről hagyja a labda a játékteret szöglet. A 11. percben járunk, 2-0-ra vezet a Fedő Kft. És a szöglet után most ismét a fehér meccsesek a labdával. Horváth Zoltán erőszakos, határozottan tartja a labdát. Horváth Zsolt, aztán Horváth Zoltán lövi el és papról vágódik le. Szőnyi, Bozai, Balló, Burger, Horváth Zoltán szerelte. Szőnyi, nagy védés, Csókáról ment ki. Bozai Attila szöglete a 12. percben is ismételhet. Rosszul elvégzett szögletrúgás. Szegyel kirúgását eredményezte. Balló. Távoli lövés és egy nagy gól. Balló Sándor mindösszett talán egy perce lehet a pályán. És majdhogy nem az első, de inkább a második labda érintésére úgy gondolta, hogy ő bizony lövésre vállalkozik. És nem is tette ezt rosszul, már 3-0 az eredmény a Fedél Kft. Javára a 13. percben. Géresi kapus egyenlőre nem remekel a Süni kapujában. Ez a lövés is meglepte a hálóőrt, és Balló második gólja. Egy gyors kontra után Balló Sándor ismét betalál egy percen belül másodszor, így már 4-0 a Fedél Kft. Javára. Szőnyi. Bozai Attila. Szenner. Burger. Szaniszló. Balló. Tóth. Balló kapja vissza. Aztán Bozai Zsolt piszkált közve. Bozai Attila. Burger. Tóth Péter szerelt. Aztán nem tud mit kezdeni a labdával, csupán tartani tudja. Horváth Zoltán, Szaniszló lépett közbe. Tóth bedobása. Bozai lépett rá a labdára. Szöglet. A
való szöglete. Kurier szerz meg, aztán kirúgja vaktában felszabadítva a Söni kapuját. Tóth Péter dobja haza a labdát kapusának, Csóka Istvánnak, aki előreíveli Szenner fejjel át a túloldalra, ott azonban nem érkezik játékostárs. Szaniszló. Kurger. Jó volt a csel, Horváth Zoltán mellett ment el, aztán Bozogy Attilához passzol. Szenner becsúszása célt tévesztett. Aztán Horváth Zoltán szabadít fel végül. 16. perc, 4-0-ás Fedél Kft. Vezetés. Tóth. Ódor. Szenner. Bozai. Ketten zártak össze. Tóth. Lafont ért a labda. Így játékvezetői feldobással folytatódik majd a játék. Bozai Attila. Szűni. Csóka érkezik. Nagy kidobás. Baldónak is hosszú volt. Bozai Attila. Szenner állja útját. Pap. Pap Tibor viszi tovább, aztán Horváth Zoltán emeli ki. Valószínű díthette volna meg, ő azonban nem így tett. Kurger. Ódor. Géresi. Kurgert futtatja. A vonal előtt még elérte. Visszahúzta, visszaemelte, nem érkezett senki. Nem kísérte más a támadást. Lót. Nagy lövés, Géresi hárít. Szenner. Sarokkal tovább. Kurger. A levegőben a labda. Szenner vette le a földre. Ódor. Bozai. Kurger. Tóth szerzi meg a labdát, és kettő az egyben. Most már visszaérnek a védők, és Bozai Zsolt hozhatja fel a labdát, és indíthatja a következő Süni támadást. Bozai Attila. Horváth Zoltán és Tóth Péter együttes erővel szerelték. A 19. percben járunk. 4-0-ra vezet a Fedél. Balló. A csel nem jött be. Pap. Ódor lökte. Egy picit. Éppen annyira, hogy az még ne lépje túl a szabálytalanság és a szabályosság határát. Bozai. Szaniszló. Pap. Kapufa. Pap Tibor vállalkozott lövésre, és kapufán csattant a labda. Szaniszló. Kurger. Ez most jó játék, nem sokkal került el a kaput lövése. Centikkel ment mellé. 5 perc van még hátra az első fél időből. 4-0-ás Fedél Kft. Vezetés. Csópa kirúgása, Pap fejeli vissza. Bozai Attila. Horváth Zoltán lépett közbe. Ódor.
keresztlabdával próbálkozott át a túloldalra. Hosszú volt azonban az átadás. Bozai kapuból fut fel, aztán egy nem túl jó megoldást választott. Tóth. Tódor. Bozai. Horváth Zoltán fordulhat, még mindig ő szorongatták. Nem le is csúszott lábáról a lövés. Horváth Zoltán bedobása. A mezőny legalacsonyabb játékosa. Bozai Zsolt fejelte ki a labdát szögletre. Egy újabb sarokrúgás most a másik oldalról. Borostyán, Horváth Zoltán és Bozai Attila lábáról vágódik ki. Csóka. Kirúgás. Kap. Tódor. Kivezette a labdát a vonalon túlra. Pap Tibor. Géresi. Furger. Pap. Eladja a labdát Horváth Zoltán 3-2 ellen. Borostyán. Horváth rálép a labdára, most lövi csak el, és Géresi hárított. Éppen ott állt, ahova a labda érkezett, és Géresi reflexzerűen belepaskolt a labdába. Bozai. Szöglet most a Süni javára. Viszont harmadik perc, 4-0-ás fegyelvezetés. Balgó futott a labdáért. Bozai. Horváth Zoltán mellett nem tudott elmenni. Szaniszló. Bozai. Attila gáncsolta Horváth Zoltánt, így szabad rúgás jár a Fedél Kft-nek a mérkőzés 23. percében. Tóth. Burger. Bozai. Kap. Burger kapja vissza. Kap lövi el a saját játékosát. Bozai Zsoltot találta el. Hódor. Csóka. Horváth Zsolt. Csókának vissza. Hódor. Borostyán indul. Egy picit a háta mögé kapta a labdát. Bozai. Bozai Attila. Csóka betődött ki a beadásra. Másik oldalon pedig Balló és gyönyörű gólt lő. Mester 3-as, tehát Balló Sándor neve mellett, és már 5-0 az eredmény a Fedél Kft. Javára. Mindez a 24. percben. Bozai Zsolt, Bozai Attila, aztán pedig Rózsa Csaba szerzi meg a labdát. Géresi jön ki a kapujából, és szöglet. Burgert találta el Szőnyi. Bozai.
Szaniszló, Csóka. Rózsa Csaba. Elveszik tőle a labdát. Urger. Aztán Horváth Zsolt. Most járt le az első 25 perc, 5-0-ra vezette át a Fedél Kft. A Sünés barátai ellen. Útjára indult a labda a második félidőben. 5-0-ás Fedél vezetés. Rózsa, Horváth Zsolt, majd pedig Tóth Péter. Csóka, Rózsa felé. Jó volt a labda levétel, aztán jobban lőtt, Géresi védett. Bozai Attila. Vajon mit tud újítani a pirosmozas együttes a Sunyi? 5-0-ás hátrányú tudatában. Hát jól újítottak, kérem szépen. Szönyi Tibor szépít. Rögtön a második félidő első percében. 5-1 az eredmény. Géresi lövi ki a labdát. Horváth Zsolt fejéről ment ki a labda. Balló. Rózsa bent középen, kint volt már a labda azonban. Kezet ért, tehát szabad rúgással folytathatja a játékot a Sunyés barátai. Aztán Borostyán küszködött a labdával a talajon. Szőnyi. Urger. Szaniszló. Bozai Attila és Csóka érkezett ki jókor kapujából vetődve. Bozai Attila bedobása, Szaniszló fejese pedig a kapu fölé száll. Bozai. Borostyán. Burger. Szőnyi. Bozai. Szőnyi jól tartja a labdát. Bozai Attilához passzol vissza Szaniszló. Most jól játszik a Süni, és Bozai Attila lövi az oldalhálóba a labdát. Maradt tehát az 5-1-es Fedél Kft. Vezetés. Szaniszló Géresinek adta haza, nem foghatta meg. Bozai. Tóth. Csóka. Borostyán szerzi meg. Bozai. Horváth Zsolt állít a útját. Burger. Majd hogy nem ismét megindulhatott volna a Fedél Kft. Szaniszló, Bozai Zsolt, Horváth Zsolt, majd pedig Borostyán Csaba. Szaniszló, Borostyán. Csóka kidobása, Burger előzte meg Ballót. Horváth Zsolt. Még mindig ő Borostyánhoz passzol, Rózsa várja üresen a labdát, nem kapja. Szőnyi. Nem volt pontos Bozai Attilának. Rózsa. Szőnyi lépett közbe.
Szúnyi. Bezai Zsolt. Szaniszló. Rózsa. Balló nem tudta átjátszani Rózsának. A labdát a másik oldalra. Balló lövi el, és Géresi véde. Bozai. Szaniszló. Szúnyi. Bozai. A másik Bozai. Bozai Attila labdával. Még mindig ő. Szaniszló a kapu mellé. Csóka hárított azonban, így szöglet lett a dologból. Ismét cserél a Süni. Most a gólszerző Szúnyi helyett kap Tibor a pályán. A pirosmezeseknek csupán egyetlen cseréjük van ezen a találkozón. Így ezzel is hátrányban vannak a Fedérrel szemben, hiszen a Fedél Kft. Oldalán hárman ülnek a kispadon. Egyedik perc. 5-1-es Fedél Kft. Vezetés. Horváth Zsolt, aztán Bozai Attila. Még mindig ő lendületből érkezik. Megállították azonban közében. A Sünyé. A bedobás, Szaniszló, Bozai Zsolt. Szaniszlónak vissza egyből, de középre szép játék volt, Pap Tibor érkezett, Csóka pedig visszajött a túloldalra, és hárította a lövést. Ez most egy szép támadás volt. Rózsa, Horváth Zsolt át a túloldalra, Balló érkezik, Balló még mindig, és a kapu mellé pattan a labda, kirúgás. Géresi most jól jött ki a kapujából, kap. Bozai. Horváth Zsolt. Nagy gól. Horváth Zsolt ballal vállalkozott lövésre, és a 32. percben növeli a Fedél Kft. Előnyét. 6-1 az eredmény. Szaniszló, Burger, és ott van egy újabb Süni találat. Burger kapta a labdát a jobb szélen, aztán kapura lőtt, és a jobb kapufáról vágódott a labda a hálóba. A 33. percben 6-2-re alakítja ezzel az eredmény. Bozai támadta most Csóka kapust. A Fedéli a bedobás. Lassan elvégzik a bedobást a Fedél Kft. Játékosai. Balló sarokkal tovább, szép volt, és a Rózsa Csaba érkezett, Géresi pedig jókora kapujából vetődve. Szaniszló kapu vágja ki. Csóka. Ódor. Horváth Zoltán. Bozai Zsolt érkezett keményen. Ódor a kapu előtt keresztbe lőtte a labdát. Szaniszló. Rózsa. Szaniszló még. Bozai Zsolt. Rózsát csapta be egy csellel.
Rozai Attila nem kapta meg a labdát. Géresi. Rózsa figyeli le az átadást. Rózsa. Balló hát a mögé. Bozai Zsolt. Szaniszló. Bozai Attila. Kurger zárkózik fel. Horváth Zoltán szerelte. Kurger bedobása, Szaniszló. Aztán Bozai lövése Horváth Zsoltról vágódik le. Simi bedobás. Bozai. Horváth Zsolt lépett ki. Szabálytalanság történt azonban. Szabad rúgása Simi javára. 9,5 méterről Bozai Attila végezheti el a szabad rúgást. Csóka két fős sorfalat állított, és Bozai Attila pedig váratlanul a sorfal mellett lőtte el. A kapufát súrolt, a kapufát érte a labda. De csak Csóka. Védése után Bozai bedobása. Újabb játékvezetői feldobás lesz. És a fedél játékosai visszaadják a labdát a Siminek. Egy újabb támadást vezethetnek a piros mezesek. Bozai egy leellett finom passz tovább papnak, akinek hosszú volt egy picit az átadás. Balló. Horváth. Rózsa. Egy esernyőcs el. Aztán Géresi. A labda végállomása. Szaniszló. Pap. Rózsa szerzi meg, és a kapu mellé lő. A 37. perc, 6-2-es fedélvezetés. Csóka fejjel. Kurger. Horváth Zoltán dögt el Bozai Attilát, aztán kirúgja a labdát. Géresi, Bozai Zsolt, Rózsa szerzi meg a labdát, Rózsa egy csel, és ott van a 7. fedéltalálat. 7-2 az eredmény. A gólszerző pedig Rózsa Csaba, aki így második találatát szerzi a mérkőzésen a 38. percben. Ódor. Horváth Zoltán. Horváth Zsolt. Szaniszló. Horváth Zsolt ismét. Még mindig ő, és ott van a 8. fedélgól. Horváth Zsolt is másodszor talál a Süni kapujába. 8-2 már. A 38. percen, tehát ismét egy percen belül két gólt láthattunk. Megint nagy arányú győzelmet szerez, én úgy vélem, a Fedél Kft. 1-6 és egy 7 gólos, lőtt gólos győzelem után most már a 8-nál tartanak. Szaniszló bedobása. Szőnyi levágódik. Géresi.
Kint van a labda. Horváth bedobása. Rózsa. Szenner próbált kapura lőni. Burgerről vágódott le a labda szögletre. Rózsa most bedobással próbálkozott, és Szenner most a kapu mellé lő zavartalanul. A 40. percben járunk, 8-2-es fedélvezetés. Bozai. Szőnyi Burger, 8-3. Egy határozott, kemény játék után, egy jó támadás végén Burger szerez újabb találatot a 41. percben. 8-3, így már az eredmény. Szenner. Szaniszló. Géresinek haza. Bozai. Szenner fejeli ki. Bódor. Bozai Zsolt. Rózsa. Géresiről vágódik le. Rózsa Csaba bedobása. Mindenki mellett elpattog a labda. Bozai Attila. Szabad rúgás a Fedél Kft-nek. Horváth Zoltán a labda mögött. Két tagú a sorfal. A két Bozai. Bozai Attila és Bozai Zsolt. Horváth Zoltán csak most lövi el. Rózsa próbált bele pöccinteni a labdába. Ez nem sikerült. 43. percben járunk. 8-3-as Fedél Kft. Vezetés. Csóka húzta le a labdát, aztán Bozai Attila ér bele kézzel. A Fedél játékosok két perces kiárítást reklamálnak, azonban Bozai Attila most megúszta büntetés nélkül. A játékvezető gondolja, hogy tulajdonképpen ez már egy megnyert találkozó a Fedél Kft. Számára, nem sújtja még a sunit egy kiállítással is. Bozai. Bozai Zsolt. Burger. Szőnyi. Csóka hárít. Bozai Attila. Csóka kirúgása. Szenner dobhat majd. Csókának dobta haza a labdát, aki egyből ki, Ballónak. Bozai Attila jön hátra a labdáért a félpályára. Bozai Zsolt. Még mindig ő. Szaniszló. És Szenner szabadít fel, illetve szerel. Bozai Zsolt bedobása Burger fején pattan meg a labda a Bozai Attila. Szöglet.
Összehúzták a Fedeli játékosok a szögletet. Szőnyi nagy lövés a kapu mellé. Maradt kelt a 8-3-as Fedél vezetés. Szőnyi. Bozai berugása. Aztán Bozai Zsolt pedig ellöki Szemmert. Nagy Szemészló pedig a játékvezetővel kerül összetűzésbe. Bozai Attila is mondja a magáét a sípmesternek. Horváth Zoltán végzi el a szabadrúgást, amikor 5 perc van hátra a találkozóból. Balló, Szemmer löki Bozait. Szőnyi. Bozai Zsolt. Szép. Bozai Zsolt egy kötényjel csapta be Borostyánt, átkerült a labda Szőnyihez, aki pedig egyből a kapuba jött. A 46. percben tehát 8-4-re alakítja az eredményt a Süni. Tóth, Borostyán, Éresi érkezik ki a kapujából és vágja ki a labdát. Eldurult a mérkőzés így a végére. Sok a kakaskodás. Horváth Zoltán bedobása. Balló. Nem tudott kapura fordulni. Burger akadályozta meg ebben. Tóth. Burger Szilárd ért bele rosszul a labdába. Majdnem megzavarta, hát meg is zavarta a saját kapusát, de még vele tudott ütni a labdába Géresi Zsolt. Így szögletet a dologból. Szaniszló, Burger kíséri, kapja is a labdát. Bozai Attila, Burger, Bozai, szép! 8-5, szorossá teszi a végére Masuni a meccset. Igaz, még mindig 3 gól. A különbség a két együttes között. A 48. percben járunk. 8-5-re vezet a Fedél Kft. Borostyán. Burger, majdhogy nem. Újra kapura indulhatott volna a Suni. Szaniszló. Szőnyi. Horváth Zoltán lépett bele a dövésbe, aztán Csókát zavarták ketten is, Szaniszló és Bozai Zsolt. És most megkapja 2 perces kiállítását Bozai Attila, miután másodszor ér bele kézzel a labdába. Itt tehát 5 főre fogyatkozik a Suni együttese. Egy teljesen felesleges szabálytalansággal, és Bozai Attila már nem is térhet vissza majd a pályára. Tehát emberhátrányban fejezi be a mérkőzést a Süni. Balló, Szaniszló, Szőnyi, Géresi. Hát a másik kapusnak, Csókának, aki egyből gurítja ki, Ódor. Tóth és Géresi végül. Borostyán mellé.
Hozai Zsolt Gyíresi kirúgása. Horváth Zoltán az utolsó perc kezdődik el a találkozón. Vódor Borostyán adja haza. Vódor Szaniszló támadja, aztán Bozai Zsolt is besegít. Bozai Burger Bozai Zsoltnak vissza. Egy lövőcsel, aztán most lövi csak el, és Csóka még lábbal tudott hárítani. Így marad a 8-5-ös fedélvezetés. És most már csak egy bedobása lehet idő, hiszen a rendes játék idő már letelt. Szőnyi. És ez volt az utolsó lehetőség, az utolsó momentum a találkozónak, tehát a Fedél Kft. 8-5-re verte a Sunyi és barátait. Megint csak egyel kevesebb meccset játszottak az Elit Ligában. A Gallon Kft. Idén már harmadik mérkőzésén nem jelent meg, tehát visszalépett a további küzdelmektől. A Gallon eddigi összes eredményét törölték, ami talán legfájóbban a Bombomboltot érinti, hisz ők 15-3-ra verték a Zebramezeseket. A tizedik fordulóból sajnos a Klubfeca Blue Hét főszecsapásról nem tudunk képet mutatni, így következzen a többi négy találkozó összefoglalója. A 11. Cooperes C a 8. Bádogossal csatázott a bajnoki pontokért. A kékmezes Bádogos talán legerősebb összeállításában lépett pályára, és a felező vonalán megszerzett labdákkal próbálta veszélyeztetni az ellenkapuját. A Cooperes C továbbra is megszokott játékát produkálta, ami nem igazán fekszik az Elitligában viaskodó csapatoknak. A Bádogos szerzett vezetést ám előnyét nem tudta sokáig tartani, és a Cooper az első félidő végére megfordította az eredményt. Fordulás után továbbra is kemény küzdelem volt a pályán, és az iram is meglehetősen gyors volt. A Bádogos birtokolta többet a labdát, ám egyenlíteni nem tudott, sőt a Cooper növelte előnyét. A végére a kékmezes Bádogos feladta a találkozót, így a végeredmény 6-1 a Cooperes C javára. Az első gól után végül is úgy érzem, hogy átvettük az irányítást, és a végén az különöm számomra, hogy emberhátrányban is gólt tudtunk szerezni, úgyhogy szerintem megérdemelt a győzelmet. Igen, a végén már tulajdonképpen parádézhatott. Hát igen. Végül sok meccsünk ment el, egy ilyen egygólos meccseket mind elveszítettük, most kijött a lépés. Focizni akartak a fiúk, tehát passzolni, játszani, és egyszerűen nem ízlett az ellenfélnek a stílusa, racoros, keményen, és egyszerűen kontrákkal nem értünk vissza. Hát amellett a harmadik gól, ami demoralizálta a társaságot, tehát ilyen gólokat nem szabad kapni. A másik dolog meg, hogyha a harmadik gól is megvolt, föladják. Az előző meccsen is, a csekáik ellen is feladták, most is. Úgyhogy az a baj, hogy futballisták próbálják játszani a dolgokat, amikor sokszor meg kéne mással is oldani, nem csak ésszel, hanem lehet, hogy egy kicsit keményebben, egy kicsit ütködősebben, egy kicsit harcosabban, bár nem harcolásról szól az a futball, hanem játékról, de most ez kellett volna, ez hiányzott a csapatból. Nem tartott sokáig a gólinség a Cséplusz-V szép hőszeder összecsapáson, hiszen a Cséplusz-V már az első percben vezetést szerzett. A bordómezesek egy pillanatra sem engedték ki kezükből az irányítást, az első 25 percben szinte végig kapujához szögezte a szeder. A szép hő csak ritkán szabadult ki a szorításból, olykor diszlőkapusnak is akadt dolga. A Cséplusz-V magabiztos játéka gólokban gyümölcsözött. A második félidőben a fehérmezes szép hő már többször eljutott a Cséplusz-V kapujáig, s mezőnyben is kiegyenlítettebb lett a játék. A szép hő nem veszélyeztette azonban a bajnoki címvédő győzelmét, a végeredmény 6-2 a Cséplusz-V javára. Úgy tűnik, amióta Szalai Csaba a Cséplusz-V-ben játszik, azóta szárnyal a csapat. Mi a véleményed erről? Ó, hát nem hiszem, hogy ez pont az én produkciómon múlik. Hát most kijött mind a két meccsen a mérkőzés, vagy a lépés, mind a hárman helyesebben, és elég nagy arányú győzelmet sikerült aratnunk. A mai meccs milyen volt belülről? Hát először kicsit olyan furcsa volt, mert nem adták fel, mi 2-3-0 után se jöttek. Tudva levő, mi egy kicsit öregebbek vagyunk, már a többiek, én nem. És hát ugye nem igazán tudtuk felvenni a futó gyorsaságot és a ritmus, de aztán szépen, ahogy meg tudtuk őket kontrázni, sikerült megnyerni a meccset. Milyen volt ez a mai találkozó? Hát, ha szabad így fogalmazni, akkor csufos. A mi részünkről. Szóval mondhatod nyugodtan, hogy magunk alatt teljesítettünk nagyon. Nem tudom miért. Mi történt az első fél időben? Nem tudom, az az igazság, hogy úgy álltunk neki, azt beszéltük meccs előtt, hogy őket vagy nagyon szívjuk magunkat, mivel hogy játéktudásilag valószínűleg fölöttünk állnak, hogy esetleg ha akarunk, gürizünk,
De sajnos úgy néz ki, hogy csak mondtuk, már tenni nem tettünk érte nagyon sok mindent. A második helyen álló Bombom volt a listavezető Turulánynal találkozott. A rangadóhoz mérten az első percekben mindkét csapat óvatos volt, majd a Bombom váratlan találata után változott a játék képe. A narancsmezes Turul letámadott, ám ez nem vezetett eredményre, s a Bombom volt ahelyett, hogy kapitulált volna, kontrából növelte találatai számát. A Turulány meglepetésre nem találta a fehérmezesek játékának ellenszerét. A félidőben már 3 gól volt a Bombom volt előnye, és a második játékrész elején ezt 3 kapufával is megtoldották. A Turul nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, azonban ez rajtuk nem segített, hiszen Jószabó módjára a Bombom tovább varta ellenfele méretes zakóját. A két bajnokaspiráns csatájából végül a Bombom volt került ki győztesen, miután 6-0-ra verte a találkozó végére teljesen szétesett Turulányt. Úgy gondolom, hogy ma minden poszton jól játszottunk, remek teljesítmények voltak. Az első helyezett egy nagyon jól játszott Turul ellen. Most úgy gondolom, hogy egy 6-0-ás mérkőzés volt, de ha reálisan nézzük a mérkőzést, talán még több is lehetett volna. Tehát most ma nagyon jó napot fogtunk ki, hál' Istennek mindenki, és nem mondom, hogy szerencsés győzelmet arattunk, de ilyen jól ritkán lehet játszani, úgy gondolom. Emlékszel rá, mikor kaptatok utoljára ekkora méretes zakót? Hát szerintem amióta az első osztályban még nem fordult elő ilyen. Hát sajnos ezzel a meccsen semmi sem jött össze. Hát szinte amit kapura rúgtak, az összesbe ment nekünk. Mi volt a probléma a ti együttesetekben? Hát sajnos úgy látom, hogy kevés volt a tűz a csapatban. Egy-két ember leeresztett már így a szezon vége fele. Hát sajnos nem jöttek össze helyzeteink se, és neki szinte minden bejött, és ez visszavetette a csapatot. Végére szétestünk teljesen. A 12. tehát kieső helyen szerénykedő fészeképítők az élbolyba tartozó Mercurius Tours ellen lépett pályára. A mérkőzés elején a narancssárga mezben futballozó fészek még olykor-olykor veszélyeztette a Mercurius kapuját, azonban a piroskékek viszonylag hamar átvették az irányítást, és azt azután nem is engedték ki kezükből. A félidőben már 3-0 állt a Mercurius javára a képzeletbeli eredményjelző táblán. A második játékrészben a vezető gárda nagyobb területet engedett át ellenfelének, azonban a fészek ezzel nem tudott élni. Több találat már nem született, így a végeredmény 3-0 a Mercurius Tours javára. Magabiztosság és eredményesség most már ez a Mercurius jellemzője? Hát remélem, most már igen. Most már úgy érzem, hogy jó a csapatunk, már kialakultunk. Csak az, hogy nem tudunk sokáig így maradni, mert ugye nekik bajnokság van. És amúgy meg nagyon keresek vagyunk ahhoz, hogy az első helyre odaérjünk. De ezzel szerintem magabiztosan megnyernénk ezt az osztályt, ezzel a csapattal. Úgyhogy más nem tudok mondani sajnos. Hát éppen az sajnos, hogy ők el fognak menni, nem tudnak játszani. De remélem, majd úgyis helyt tudunk állni. Most minél több pontot kell szereznünk ahhoz, hogy ha meggyengülünk, ott tudjunk maradni az élbolyba, vagyis hát a középmezőny elején szeretnénk végezni tavasszal. Ennyi volt a különbség a két csapat között? Hát tulajdonképpen ha alapjában azt nézzük, hogy ki hol áll a tabelán, akkor ennyi. Ha a mérkőzést nézzük, szerintem egy kiegyenlített meccs volt. Ők berúgták a helyzeteiket, mi nem. Ennyit öntött. Volt, hogy felszabadítottatok az ellenfél kapuja előtt. Igen, ez benne van a paklival, nem lehet mindig mindent jól eltalálni. Ma így sikerült, megyünk tovább. Nézzük a 10. forduló eredményeit. Fedél Kft. Sünés Barátai 8-5, Klubfesza Blue Hétfő 2-4, Kúperes Szébádogos 6-1, Cséplusfé Szépfő Szeder 6-2, Bombom Bolt Turulány 6-0, Fészeképítők Mercurius Tours 0-3. A 10. forduló utáni tabella már a Galon Kft. Eredményei nélkül szerepel, tehát így továbbra is a Turulány vezet 24 ponttal, második a Fedél Kft. 20 ponttal, harmadik a Bombom Bolt 19 ponttal. Negyedik a Blue Hétfő szintén 19 ponttal, ötödik a Cséplusz V 18-al, hatodik a Mercurius szintén 18 ponttal. Hetedik a Klubfeca kisé leszakadva 12 ponttal, nyolcadik a Kúperes C 9, kilencedik a Fészeképítők 8, tizedik a Koral 7, tizenegyedik a Süni szintén 7, tizenkettedik a Bádogos szintén 7 ponttal, és tizenharmadik a Szépfő Szeder 6 ponttal. Az 1B-ben első a MÁV Gépészet 28 ponttal, második a Maratonsport 24-jel és harmadik a Fevita szintén 24 ponttal. Negyedik a Poyák BT, ötödik a Traktirel RC, hatodik a Dekkebo LSE, hetedik a Ságépítő RT, nyolcadik a Vízmű VT Transman, kilencedik a Lancaster-Fém 2, tizedik a Zöldker 96 Kft, tizenegyedik a Hungária Taxi, tizenkettedik a Fehérvár Horgászbolt, tizenharmadik a Más Tészta és tizennegyedik a Shell Gáz. A többi bajnokságban lezárultak az őszi fordulók, így most leközöljük önöknek ezeknek a csoportoknak az állását.
A 2A-ban első az Opsitos FC 26 ponttal, második az FC Chelsea 25-tel és harmadik az Alba Komplet 23 ponttal. Negyedik az Akuker FC, ötödik a Bulls FC, hatodik a Kodolányi, hetedik a Turbo 2 Autósbolt, nyolcadik a Csuromvíz, kilencedik a Geo, tizedik a Szivar Trafik, tizenegyedik a GLHK FT és tizenkettedik a Marézi FC. A 2B-ben első a Placba UBT 26 ponttal, második a Köfém Prisma Plus 25-tel és harmadik a Prok 22 ponttal. Negyedik a Milán, ötödik az NK Ablakrendszer, hatodik a Lajos Komárom, hetedik a Familia FC, nyolcadik a Rodeo FC, kilencedik a Kósze FC, tizedik a Jetville, tizenegyedik az Írsöröző és tizenkettedik a Kelemen FC. A harmadosztály A csoportjában első a Csór Pilvax SE 25 ponttal, második a Hipertónia 23-mal és harmadik az Alzó FC 22 ponttal. Negyedik az FC Fischer, ötödik az Alkooptika, hatodik a Piszkos 12, hetedik a Metalobox, nyolcadik a Kutyaütők, kilencedik a Jimboom, tizedik a BBU Bárnevóna, tizenegyedik a Spiki és tizenkettedik a Loranger. A 3B-ben első a Vitamin Csavarház FC 28 ponttal, második a Székesfehérvári Tűzoltók szintén 28 ponttal, és harmadik a Pados 2001 Kft. 25 ponttal. Negyedik a Juridica, ötödik a Pet Söröző, hatodik az Overall, hetedik a TTH, nyolcadik a V plusz V, kilencedik az LK épületgépészet, tizedik a Fehérvár Sped, tizenegyedik az UFC Aranycsapat, és tizenkettedik az Albasina FC. A harmadosztály C és D csoportjának eredménylistája még nem teljes, ezért ezeket a tabellákat még nem közöltük. A végére egy nagypályás eredmény, a Videoton a Borsodi Ligában 3-0-ás vereséget szenvedett a Kispest Honvéd otthonában. Én már a megelmüket munkatársaim nevében is, a viszontlátásra!